Igazából egész héten nagyon izgatottak voltunk erre ezért a mérkőzésére, mert ugye a nyugati csoportból még igazából nem találkoztunk senkivel, aztán nem is tudtunk nagyon semmit a gyarmat csapatáról. Izgatottak voltunk, nagyon vártuk azért a mérkőzés, mert szerettünk volna mindenféleképp egy hazai sikert elérni ezen a mérkőzésen. Készültünk, hogy a srácoknak egy picit még értékesebb legyen, próbáltunk olyan körülményeket, olyan pályát varázsolni nekik a mai mérkőzésre, ami tényleg méltó ehhez a döntő első mérkőzésére. Úgy gondolom, hogy minden sikerült megoldani a vezetőségnek. Hát a meccsről magáról egy igen jó ellenféle találkoztunk, voltak néhol kemény párharcok, férfias küzdelmek. Úgy gondolom, hogy a kapusibából kaptuk az első gólt, ami hál' Istennek a csapatot nem lefele nyomta, hanem inkább próbáltunk olyan teljesítmény nyújtani, hogy még az első fél időben tudjuk egalizálni az eredményt. Ez sikerült is Gerard Ádám góljával. Aztán a második fél időben egy picit váltottunk szerkezetet. Bari Martin bejött középpályára, Kutnoki Alex mellé, ott már picit jobban érvényesültünk az előrefele játékban. Most sikerült nyernünk az első mérkőzéseket, ez volt a cél. Jövő héten készülünk a következő fordulóra. Mindent bele fogunk adni, hogy a végén is tudjuk magas emelni. Először is gratulálok a hazai csapatnak a mai mérkőzéshez. Úgy látszik, ez a mérkőzés úgymond kiki mérkőzés volt, bármelyikünknek sikerülhetett volna. A játékban fejlődünk egy kicsit, mert valamiért visszaestünk. Otthon remélem, hogy behúzzuk a győzelmet.